Tisztelettel üdvözlöm Önöket az Életmenete Alapítvány évzáró rendezvényén. Ma kerülnek átadásra alapítványunk elismerései, a Kézdi György díjak. Ezt a díjat minden évben azoknak a személyiségeknek vagy intézményeknek ítéli oda a kuratórium, akik napi hivatali feladataikon túl különlegesen sokat tesznek azokért a célokért, amelyekért az Életmenete Alapítvány harcol, és amelyeket magáénak vall. Kardos Péter főrabbi úr, alapítványunk jó barátja, mentora, egészen a kezdetek óta. Holokauszt túlélőként is mindig számíthattunk rá. Az ő személyisége mind a fiatalok, mind a közép és idősebb korosztály számára is hiteles és példaértékű. Kicsit eltúlozva, nem tudom, hogyha az Életmenete Alapítvány nem létezne, akkor létezne-e még annyira az emlékezés olyan aktívan azokra a borzalmas időkre, amikre még néhány túlélő, de már sokkal több másod, harmad, negyed generációs próbál meg emlékezni. Alapítványunk következő Kézdi György díjasa, Kis Anikó. Amit Kis Anikó és az általa vezetett Szocsoma szervezet képvisel, párját ritkító tevékenység, úgy gondolom nem csak Magyarországon, de talán az egész világon is. Igazából az én engem ért tisztességből szeretnék átadni azoknak az embereknek, akik elképesztő nélkülözésben élnek Magyarországon most. Kérem, hogy egy szimbolikus egy percet, 10 másodpercet álljanak fel miattuk. Köszönöm szépen. Következő harmadik díjazottunk, Donászi Judit, tanárnő. Évekkel ezelőtt egy pedagógus társával részt vett a lengyelországi meneten, ami nagyon megérintette őt, és azóta is folyamatosan tart holokauszt megemlékezéseket, és az ezzel kapcsolatos érzékenyítő programokat. Azért is megható ez a díj, mert én ezért soha nem vártam díjat, vagy elismerést. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen Székhelyi Józsefnek a laudációkat, és Kézdi Klementinának a segítséget. Alapítványunk kuratóriuma nevében én is szívből gratulálok a Kézdi György díjjal elismerteknek.